meg sem értem. Aha, jó. Szerintem mindegyik jó. Tavaly is jó volt, ez is jó. Szinte nincs olyan év, hogy ne csalna mosolyt a szépkorúak arcára a karácsonyi ajándék. Paks önkormányzata hosszú ideje biztosít csomagot az alacsony jövedelmű nyugdíjasok számára. A cél az akció elindításakor az volt, hogy a városvezetés szebbé tegye az ünnepre való készülődést. A csomagot idén is elkészíti az önkormányzat, azt azonban most is igényelni kell, hívta fel a figyelmet sajtótájékoztatón Paks polgármestere. Azok a nyugdíjasok vehetik igénybe, akiknek az egyfőre jutó havi jövedelme, akik ugye családban élnek, nem haladja meg a 99.750 forintot, illetve akik egyedül élnek, azoknál pedig a 142.500 forintot nem haladhatja meg ez a jövedelemhatár. Illetve itt láthatóak ezek a szórólapok, amelyeket el fogunk juttatni a háztartásokba. A kitöltött kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni. A kérelmek elbírálását követően december 1-e és 20-a között kerül sor a kiszállításra. A csomagok átadásakor a személyazonosságot igazolni kell, ezt követően veheti át a nyugdíjas az ajándékot. Karácsonyi csomag, ez a kis ajándékcsomag olyan dolgokat fog tartalmazni, amelyek egyrészt szükségesek a karácsonyi készülődéshez, hogyha esetleg ugye az unokák érkeznek a nyugdíjasokhoz, vagy a család érkezik a nyugdíjasokhoz, akkor vendégül tudja őket látni, illetve hát olyan kis ajándékokat is tartalmaz, amely alapvetően magának a nyugdíjasnak szól. Egy-egy csomag értéke 5000 forint. Az igénylő lapok letölthetőek a paks.hu oldalról. A leadási határidő november 27-e 16 óra. A kitöltött dokumentumhoz ezúttal is csatolni kell a jövedelemigazolást. Tavaly egyébként december 1-e és 20-a között mintegy 550 ajándékcsomagot szállítottak ki az önkormányzat munkatársai.